mindenkit, itt a legújabb videóban, amiben most meg fogunk nézni egy Doors nevű pályát, amit iszonyatosan sokan küldtetek nekem. Hogy miről szól, fogalmam sincsen, hogy kell játszani, fogalmam sincsen, úgyhogy tényleg ilyen első reakció lesz ez így gyakorlatilag. Hát menjünk be ide. Itt ketten kell lenni, és ketten kell játszani. És ha nem jön senki, akkor egyedül leszek? Na, kislány bejött hozzám. Adri bejött hozzám. Szevasz, Adri! Örülök neked, hogy itt vagy velem, és végig játszod velem ezt a Doors nevű pályát. Bármi legyen is ez, nem tudom mi ez. Nem tudom, hogy kell játszani, az, hogy milyen stílusú maga a játék. What? Most miért mégis egyedül vagyok? Hát, úgy látszik, hogy mégiscsak egyedül kell teljesítenem. Nem baj, a neonos zsédavos cucc, hogyha éppen így forgatom a fejet, akkor éppen látszik a neonos zsédavos cucc, amit amúgy ti is be tudtok szerezni a Robloxon belül. Esik az eső! Hát nem csak kellemes ez az időjárás, azt kell, hogy mondjam nektek, srácok, azt kell, hogy mondjam nektek. Az idő, az nem indokolja azt, hogy... De, végül is... Aha, painting. Aha. Mit? Át kell bújni. Nice! Itt a kulcs! Nice! Ki lehet nyitni? Nice! Nice! Vissza! Csuk vissza! Ezt nyissuk ki? Ott van valami? Nem? Vagy ebben már nincsen semmi? Oké. A lényeg, hogy megvan a kulcs. Wow! Milyen menő meg van csinálva ez a játék? Te atya jószagú úristen! Hát ez tök jó. Meg van csinálva. Oda kell tartani és kinyitja. Amúgy esküszöm, nagyon szépek benne a modellek, Roblox mércével nézve persze, meg maga az egész. Hát mondjuk ez a kép azért ez... Hagyj némi kívánni valót maga után. Jó. Van valami sztoria ennek egyáltalán, vagy csak tényleg menni? Oké, hát ez érdekes. Vannak szekrénykék. Nincs bennük semmi. Pénz. Valaki mintha kopogott volna. Halló, nagyon rossz az idő. Nem tetszik nekem. Olyan ne. Olyan ne. Hogy kell kijönni? Olyan ne. Ebben a játékban van ilyen function? El lehet bújni? Akkor itt valami menekülős cucc lesz ebből. Oké? Nincs semmi. Jó. Húha. Húha, most mondjam azt, hogy húha? Hát akkor azt mondom, hogy húha. Ha. Jó, hát eddig igazából nem történik túl sok minden. Tényleg csak annyi, hogy megyek. Megyek szépen végig a pályán, szobáról szobára. Nem tudom, hogy mi lesz, visszafelé tudok majd menni? Vagy becsukódik? Nem csukódik be. Akkor tudok visszafelé menni. Mi ez? Robloxos utolsó vacsora? Szebb, mint gondoltam. Oh. Wow! Wow! Várjál, nem jó, ez lemerül. Utolsó vacsora. És mi a neve? The Last Pizza Party! De jó. Nézzük meg, 007. James Bond. James Bond ebben a szobában lesz. El lehet bújni, de vajon miért? És miért kaptam egy ilyen világító fákját? Na most kezdődik az igazán izgalom. Kicsit nagyok a terek. Ahhoz képest. Édes Istenem, vajon miért lehet elbújni így? A szobák alatt. Oké. Miért lehet elbújni a szobákban így a különböző dolgoknál? Jó. Szóval ezt ki lehet tudni. Itt. Jó, gyűjtjük a pénzt, de még mindig nem nagyon értem, hogy a játéknak akkor mi lesz vajon a lényege? Aj ne! Ez valami horror cucc lesz. Igaz? Mondjuk eléggé beszédes. Most így a játéknak így a... Itt van. Oké. Még van a kulcs. Még az utolsó fiókot nézzük meg. Igazából végig se kellett volna néznem. Jó, jönni fog majd. Gyanúsan sok helyre lehet elbújni. Ebből következik, hogy valószínűleg valami gonosz is lesz itt, aki majd vadászni fog ránk. De most ugyanolyan szobákban járkálok, ez mondjuk majdnem ugyanolyan, de közben mégsem. Oké. Azt az eget neki hallod, itt hány fiókot lehet még kinyitogatni? Most tényleg erről fog szólni a játék végig, jó az? Nyitogatom a fiókokat, és keresek kulcsokat. Oké, ja, hát mégis a játéknak a neve az Doors. Szóval, gondolom itt azt nézik, hogy hányas szobáig tudok eljutni? Az lesz itt, és akkor leszek menő, hogyha eljutok a nem tudom hányas szobáig, vagy... Valami ilyesmit sejtek, erre tudunk jönni. Jó, hát erre tudunk jönni. Mi? Ennyi volt? Ennyi volt a játék? Tudok itt valamit csinálni? Ennyi volt? Hát azt tudtam, hogy mi
kezdett a hang jönni, és rögtön meghaltam. Hát ez aztán... játék volt a javába! Hát te sajnos kis csaj már nem férsz be, igazán sajnálatos. Hát mi akkor meg elmegyünk a lifttel? No! Hát kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy így mennyivel lesz más a játék, hogyha többen vagyunk. Bár szerintem egy horror játék akkor szokott kudarcot vallani, amikor többen lehet játszani. Oh my god, itt lehet még venni ilyen cuccokat, amik segítenek. Hát de nekem 26 van, úgyhogy sajnos ezzel nem megyek túl sokra. Megjöttünk srácok, megjöttünk. Az eleje gondolom ugyanaz a játéknak. Be kell mászni, föl kell venni a kulcsot. Jó. Mindenkinek ugyanaz a coin mennyiség áll rendelkezésére, vagy mindenkinek már... Ja, hogy ők már így elmentek. Hát srácok. Ó, oh, ez mindig random generált! Oh my godness! Oké, én megyek utánatok, srácok. Te mit, melengeted a feneked? Én is hagy melengessem a fenekem, oly de jó meleg. Na jó, akkor mindenkinek ugyanannyi coin mennyiség áll rendelkezésére, és akkor gondolom az lesz itt a szisztéma, hogy random generált maga a pálya. Oké, itt nincsen semmi. Vagy már ő elvette? Nem hiszem, hogy elvette. Oké, futni azt nem tudunk. De ő valahogy mégis gyorsabb, mint kellene. Oké, most nagyon haladunk. Hallottam valamit. Na, de ez így akkor mégiscsak érdekesebb, hogy tényleg random generált a cucc. Jó, akkor ez a játék, atya úristen! Az elején még azért túl nagy feszkó nincs a játékban, de amint megjelenik a szörny, ez kéne egy profi. Ez kéne egy profi, aki jön és segít nekem, hogy mit, hogyan csináljak. Mert amint megjelenik, ha nincs a közelemben ilyen... Most amúgy nincsenek fiókok, amiket kinyithatnék. De itt van. Még mindig nincsen itt a fákjám, vagy mi ez a gyertyám? Nem gyertya, az a izé. Öngyújtó, mondjad már, öngyújtó. Jó, nice. 8. szoba. Most bebújtam, most nem talál meg! Most túléltem! És most mi lesz? Most itt mi történt? Ott van. Na. Tehát kijutok! De meg... Úristen, de sötét van! Úristen, azt hittem ez valami nagyobb fényt ad, de nem. Olyan sötét van, hogy majd megvakulok. Gondold el, hogyha nem lenne, akkor nem látnék semmit. Oké. Itt vannak a szekrények. Ó, varázsajtó! 13-as varázsajtó. Tegyük el. Nice. Jó. De is el lehet bújni. Amúgy miért... Onnan lehet tudni, hogyha jön, hogy így elmegy az áram, vagy... Vagy honnan lehet tudni amúgy? Oké. Gyorsan elbújtok. Az a gond, hogy félek. Oké. Mi ez a zöld? Azt az eget neki! Az mi volt? Erre nem szabad ránézni? Nem szabad ránézni, jó. Na, vedd már ki. Arra nem nézhetünk rá. Jó, ez meg nem egy ajtó. Akkor nem nézünk rá, hát akkor nem néz... De arra kell mennem, és akkor hogy megyek arra? Itt lesz valami, ami segít? Nem, nincs. Oké. Hú. Hát ez érdekes volt, ez jobban tetszett ez a szörny, hogy annyi, hogy nem... Még ott van? Még amúgy ott van! Ott állt! Csak már átjöttem. Bújjunk el. Megint jön. Itt fog elmenni. Már alig gyullad meg ez a szutyok. Jó. Oké. Írhatunk a gépen. De itt meg már voltunk, nem? Mi történt most? Oh my god! Ezt nem mondja, hogy olyan sötét van. Elment a... Édes Istenem. 19. Na, 19. Nice, egy kis fény. Az mindig jót tesz. Oké, hát a HP-mból alig van, nem tudom, itt lehet valahogy szerezni HP-t. Most legalább értem a játék lényegét, hogy minden szobában más gonoszság fog jönni. Mi ez a boros pince?
És akkor most, és most a borospincében, most merre menjek? Na ez lenne az én kérdésem. Á, random generált a cucc, de igazából annyira mégsem. Random generált, de mégsem. Mármint, hogy random rakja egymás után, és nem mindig ugyanazt. Jó. Jó, ez megvan. És akkor itt tudok tovább menni. Oké. Baszas. Na most lesznek itt a bajok. Most lesznek itt a nagy bajok. Mi ez? Nem látok. Az a gond, hogy nem látok! Hogy menjek most itt át? Az Isten verjen meg, hát nem látok semmit, hát... Basztu! Itt nézd, itt mint hogyha be lehetne menni. Ez csak az az egy baj, hogy még mindig nem látok semmit. Ez a horror. Horror, az ijesztő horror. Na végre. 21. Niki. Köszönöm szépen. Gyöngyi kedvenc száma. Gyöngyi kedvenc szobája. 22, hát ez eddig tartott. Jó, most már... Ez mi egy kalap? Felvettem a képet. Nice! Mit csináljak a képpel? What? Wait, ezt itt cserélgetni kell. Hát a néz. Logic! Logikai fejtörő. Na ez tetszett! Na ez tetszett, ős volt. 23, itt megdöglöm. Ez lesz az a szoba, amiben meghalok. Jó, hát 24. Édes Istenem, hát hogy ki... Honnan tudtam volna, hogy szíjak ki, hát honnan sejtettem volna... Meglepően addiktív ez a játék, amúgy. Ez egy fú király játék. Én azt hittem, hogy ez sokkal gagyibb lesz. Tényleg azt hittem, ez megérdemeltem, van ott ez a játék, ahol van. Ha ti is így vagytok vele, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és lesétek meg a leírást, ugyanis a Csótányvadász képregényem ott szerezhető be, továbbá a neonos, nagyon vagányos zsidomos termékekkel együtt. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!